Az írók után a zenészeket is elérte a kultúrharc. A Magyar Idők publicisztikája szerint ugyanis a poppiacot is a balliberálisok uralják. Az írás hosszan részletezi, hogy Tóth Verát, akinek munkássága és tehetsége megkerülhetetlen, alig játsszák a rádiók, miközben a közismerten balliberál és 30Y zenekar dalai sokat szólnak az éterben. Cutor Zoltánnal beszélgetünk. Hát, amint Kéri László az imént megemlékezett erről, 3 nappal ezelőtt Szakács Árpád a Magyar Időkben megtalálta az újabb célpontot, a magyar könnyűzenét. Cutor Zoltán a vendégünk, szervusz! Jó estét, sziasztok! A belmondó Kéri Laci egyébként el is lopta a showot egy kicsit tőlem most, ugye hallottam az utolsó néhány percet, miről beszélt, hát körülbelül ezekről szerettem egyébként én is beszélni. Hát mi folytathatjuk ezt. De hát nyilván mások azért is, mert te érintett ki, nyilván másképp látod, hogy mi zajlik a magyar könyvzenében, mi zajlik a magyar rádiózásban. Ugye ez a cikk a kereskedelmi rádiók játszási listái alapján született látszólag, és lett volna hivatott igazolni azt, hogy a balliberális előadók, nem tudom név szerint kik azok, ő tudja, és erről is nyilván érdemes beszélnünk, sokkal többet szerepelnek ezekben a rádióban, mint a nemzeti oldal előadói. Legelső szerintem, bár sok ilyen első van, amit nagyon fontos leszögezni, hogy nincsen egy balliberális előadó, hogy már maga ez a fajta csoportosítás, vagy beskatujázás is egy érvénytelen, nem létező, hazug dolog. Egyszerűen ez, mint ahogy ezerféle gondolkodású ember van, ezerféle gondolkodású értékrendű művész van, a kormánypárti oldallal szimpatizáló művészek között is ismerek szélsőségesebbet, ilyet, olyat. Van, aki ezt az intézkedést tartja jónak, van, aki amaszt, vagy éppen rossznak. Olyat is ismersz közöttük, aki a legprimitívebb, legobszénebb szövegeket gyártó, a drogozást és a züllött életet népszerűsítő előadó? Mert hogy a balliberálisok ilyenek, ezt írt a Szakács Árpád. Eleve nem ismerek olyan, egyetlen előadót se ismerek, aki egyébként mondjuk az üllött életet népszerűsíteni, vagy a drogozást népszerűsíteni. De komolyan amerikai előadót ismerek ilyet. De magyar előadók közül sem. Egy nagyon ismerek. Nagy sztárt. Igen. De magyar előadók között egyébként ennek én nem is ismerek ilyet. Ennek a popzene felől mi értelme van? Tehát, hogyha a te világodból nézed, abból a zenész millióból nézed ezt a cikket, ez változtat valamit? És csak megerősíti azt, amit egyébként az utóbbi egy-másfél évben tapasztaltam. Lassan a 30 évet, tehát én tényleg kamaszkorom óta mozgok ezen területen alkotóként, meg előadóként is. És eszembe jutatta azt, hogy ugyan én valahogy mindig ellenzéki voltam egy kicsit vagy nagyon, hiszen azt gondolom, hogy egy gondolkodó ember az amúgy tökéletlen, szintén hozzánk hasonlóan tökéletlen emberekből álló és nagyhatalmú bármikori kormányzatot nem baj, hogyha számon kérően nézi. Szerintem ez egy tök normális hozzáállás. De azt erősíti meg, hogy amit tapasztalok, hogy eszembe nem jutott még nekem soha, hogy milyen oldalon állok, hiszen nem kérdezte meg soha egy szervező, pláne önkormányzati szervező, nem kérdezte meg tőlem egy rádiós vagy tévés szerkesztő. Most már az utóbbi másfél évben ilyenekbe futok, hogy beviszem az új lemezemet a valahova, és akkor a szerkesztőnek ez az első dolga, hogy azt mondja, hogy látom már, miket érkálsz a Facebookon, hogy ez nem létezett korábban, pedig volt, van már 10 éve Facebook, hogy nem tudom hány éve, jó régóta van, de előtte meg volt ívív, meg minden lehetett látni, hogy miket gondolunk, meg miket nyilatkozunk, amiről beszélünk. És bármilyen kormány volt, egyébként beleértve a 98-2002-es Fideszes kormányt is, soha senki nem kérdezte meg tőlem, hogy hol állok. De most az utóbbi hónapokban, hogy amit ez a cikk képvisel, az voltak éppen már elkezdett jelen lenni a hivatalokban. Hogy a rádiót mondjuk hivatalnak tekintjük ebben az összefüggésben. Az gyakorlatilag egy ilyen, gondolom, ilyen legitimizálás a felső körökből ennek a törekvésnek, az, hogy valaki ennek a direktíven. Megbélyegeznek, láss, közismerten MSZP szimpatizánsnak neveznek egy repénekes, most én nem kezdem el ezeket sorolni, mert szerintem teljesen méltatlan. Az az ő pályafutásában számíthat? Hát szerintem ilyen körülmények között ez tragikus lehet, tehát alapvetően meghatározhatja az egzisztenciáját. Tehát ez a lista, ez életeket változtathat meg, amit Szakács Árpád összegzett a cikkben? Egyébként túl sok jót amúgy sem tesz, mert az emberek, most is létezik virágzó underground kultúra, egyébként a mulatóstól az underground rappen át, a metalig mindenhol. Tehát vannak olyan zenekarok, mondjuk egy Happy and the P, az egy nagyon sős metalzenét játszik, nyilván rádióba sohasem nem fognak bekerülni, de már mondjuk majdnem teltházas parkot csinálni, vagy éppen mondhatnám
az AK-26 nevű repzenekart, akit soha nem tolt a média, sok milliós letöltés van minden daluknak. És ezek most teljesen politika független dolgok, tehát az underground kultúra létezni fog. Egy ilyen kormányzati törekvés csak azt fogja elősegíteni, hogy még jobban ráerősít majd az underground, tehát hogyha az internetet nem fogják betiltani, akkor azzal kell, hogy szembenézzenek, hogy az egyébként általuk zászlóra tűzött, vagy nem tudom, ünnepelt, és lovagrendekkel kitüntetett, amúgy általában tehetségtelen, zeneileg tehetségtelen, ügyetlen és fantáziátlan előadók helyett, majd még jobban megerősödik az underground kultúra. Hát nem azt kell nézni egyébként, mikor támogatom a kultúrát, beleértve különösen a könnyűzenei kultúrát, hogy valaki jobb oldali, bal oldali, vagy milyen ideológiai állásponton van, hanem például mondjuk valamiféle minimális esztétikai érzéke, azt kéne megállapítani, hogy az érvényese, ezek tehetségesek, van-e benne játék, van-e benne ötlet, ügyesség, tudás, de valami... az ítéletet hozónak is kellene, hogy legyen ebben valamiféle képzettsége, képe, hát vagy valami minimális esztétikai érzéke, vagy fölül tudjon emelkedni egyébként a Kéri Laci bácsi által az előbb említett kicsinségen, azon a kicsinségen, amit valószínűleg az ő középszerűségük. Zoli, csak amit te most mondasz, hogy az underground megerősödik. Az underground azért nincs kibérelve pénzzel. Az a nagy játszási listák, nagy kereskedelmi rádió kedvenceiként fenntartott előadó művészek, nagy csarnokokat megtöltő sztárok, ők viszont ki vannak bérelve rendesen. Igen. Ha máshogy nem, akkor úgy, hogy kapnak TAO támogatást és mindenféle állami támogatást. Ezt viszont ilyen módon el lehet rendezni. Tehát kik azok a művészek, akik a mi sztárjaink, és kik azok az összes többiek, akik valahogy éljetek meg a pincékben. Igen, de közben azt gondolom, hogy ami kulturálisan nyomot hagy, az akkor is jelen lesz, ha csak nem fogják azt erővel, meg törvény erejével betiltani, letiltani, eltüntetni, sőt, inkább erősíti ezeket a tendenciákat. Ez egy teljesen természetes dolog. Egyébként szerintem nem lehet kultúrát csinálni, lehet vala, de akkor abból maximum az lesz, mint ami a szociál volt, vagy valami olyan, mintha időben is és térben is elkezdenénk így visszatekinteni, holott a nagy kultúrnemzetek azok mindig előre néznek. Tehát akik, és belérte az oroszokat is egyébként, tehát az orosz kultúrából, ami a mai napig érvényes, az a maga idejében forradalmi és előretekintő volt, és egyáltalán nem az aktuális cáratyúskának a fenekét akarta kinyalni, hanem az történt, hogy valami nagyon érvényes, nagyon emberi, nagyon zsigeri dolgot próbált meg ábrázolni, irodalom képzőművészetben, zenében, táncban. Erős a hatalom, úgy látszik, ezek az alkotók rendre rosszul járnak, mert az orosz kultúrában is számtalan olyan. Igen, persze, persze, igen, de nem... Történetet ismerünk, ami hát nem pozitív véget ért. Igen, de mégse azokat tartjuk számon, akik egyébként az elvtelen szolgái voltak az aktuális uralkodók. Milyen fogadtatása volt ennek a cikknek a pop szakmában? Én próbáltam mellét hívni olyat, aki megvédi ezt a cikket, nem találtam. És miért nem? Tehát a kormány oldalról se? Elzárkózás volt. Az a fura, hogy egészen közeli kapcsolatban vagyok, ha más nem, legalábbis munkakapcsolatban olyanokkal, akik kormány közeli kultúra megmondók, vagy kultúrális téren valamiféle befolyással bíró emberek, és ezelőtt a cikk előtt, a Szakács Árpád cikk előtt ők is értetlenül állnak, sőt félnek, tehát félnek. Nyilván akkor mivel most már gyakorlatilag ugye pártállam jelent az országot, tehát hogyha valaki politikailag vagy gazdaságilag érvényesülni akar, akkor be akar ebbe tagozódni. Ennek meg az a következménye, hogy ott is szerintem nagyon helyesen megjelenik ezerféle szín, ezerféle értékrend és törekvés, és azok ott belül is szkandaroznak egymással, és én ezt látom, ezt tapasztalom. Tóth Vera úgy reagált az őt kicsit összekenő cikkre, amely besorolt őt a kormány oldalra, hogy ő nem tartozik semmilyen oldalhoz, csak zenélni szeretne, menjenek el a koncertjére és nézzék meg. Én Szutor Zoltán nevében nem mondhatom ezt, de javasolhatom, hogy nézzenek Belmondót, hallgassák Szutor Zoltánt, és köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen. Híradóval folytatjuk, utána pedig Ungár Pétert várjuk ide a stúdióba. We'll be right back.